Augusztustól pályázhatnak a hazai kis- és középvállalkozások fiatal pályakezdők foglalkoztatásához támogatásra. Az uniós programot most egy másik projekt segíti azzal a céllal, hogy minden érintetthez eljusson a lehetőség híre. A projekt észak-magyarországi nyitó eseményét Egerben tartották, megyeszékhelyünk ugyanis a régiós központ. Pölöskei Gáborné a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára hangsúlyozta, a támogatott időszakban a fiatalok beilleszkednek a munkavilágába, tapasztalatra tesznek szert. Ugyanakkor fontos, hogy a szakképzési intézmények, munkaügyi központok és a vállalkozók együttműködnek. Minőségi, hatékony szakemberekre van szükség, amihez minőségi, hatékony képzések kellenek. A programok a vállalkozásokat és a fiatalokat egyaránt segítik. Sok szempontból problémát jelenthetett egy fiatal pályakezdő számára, hisz nem volt megfelelő szakmai gyakorlata, ezáltal kevésbé voltak motiváltak a vállalkozások, hogy foglalkoztassák őket, de támogatás formájában motiváltá tesszük őket, különböző bérjárulék, kafetér és egyéb támogatások formájában. 9 hónapig 100%-os bér- és járuléktámogatást kaphatnak a cégek a fiatal munkatársaik után, azaz erre az időre nem kerül semmibe a foglalkoztatásuk. A KKV-k 2018 nyaráig folyamatosan pályázhatnak, már most van a régióban 44 cég, akik így vehetnek fel új munkaerőt. Nagyon nehéz munkaerőt találnunk, tehát mindennapi problémát okoz, és éppen ezért gondoltuk, hogy elő tudjuk segíteni a későbbi tevékenységünket, folyamatosan bővítjük a vállalkozást. Most 30-35 fővel dolgozunk, de a jövőben 60 főre szeretnénk bővíteni, és ezért gondoltuk, hogy betársulnánk a gyakornoki programba. A 25 év alatti fiataloknak az ifjúsági garancia programba kell regisztrálniuk. 4 hónapon belül garantáltan konkrét lehetőséget kapnak elhelyezkedésre, munkatapasztalatszerzésre vagy képzésre.